A megállóhelyek a sportközpont mellett lévő közterületen épülnek, ami közel van a közintézményekhez, üzletekhez, valamint a Milojei Csiprity általános iskola épületéhez. Szakács Madarász Szilvia 20 éve ebben a tanintézményben dolgozik. Azt mondja, az autóját a központtól távolabb tudja csak leparkolni. A parkolók hiányából eredő problémákat Pataki Péter helybéli is megerősített. Ha korán reggel jövünk, mondjuk 7 órakor, akkor még találhatunk szabad helyet parkolni, de később már nem ez a helyzet, és vagy sokkal távolabb kell az iskolától megállni, vagy megállunk olyan helyen, ami éppen nem szabályos. Megközelítőleg mennyi parkolóhely van a település közvetlen, a falu közvetlen központjában? Körülbelül olyan 30-40 parkolóhely van. Ez nem elegendő, mert mindig, ugye, ahogy tudjuk, több autó van, gépjármű, és még nagyobb gond az, hogy a szülők is, mikor hozzák a gyerekeket, nem tudnak hova parkolni, és csak leállnak. Persze, ha a gyerek jön ki az iskolából, és kicsit megkésik, akkor abból is gond lehet. Torlódás van, ugye, nincs hely, az autók leállnak, nem indulnak. Új parkolóhelyeket biztosítanak a törökbecseieknek, megkezdték ennek a kiépítését a sportközpont közvetlen közelében, pontosabban az általános iskola az önök tanintézménye kis torna termének a háta mögött. Ez nagyon jó hír, hallottunk róla, meg hát látjuk is a munkálatokat, úgyhogy hát várjuk, hogy jobb legyen, több parkolóhelyünk legyen, és mindenkinek könnyebb lesz. Pataki Péter rendszerességgel jár bevásárolni a falu központjába. Mennyire van parkolóhely, hiszen alig talált helye? Hát ez úgy látszik, most már nálunk is elég problém, törökbecsén, hogy több autók vannak, úgy látszik, és akkor ilyen bevásárolás alkalmában, meg itt délelőtt folyamán elég nehéz parkingot találni. Délelőtt folyamán, vagy így van ez délutáni órákban, esténként? Én úgy vettem észre, hogy a jobban a délelőtti arra 2-3 óráig, aztán már úgy lehet találni valamennyit. Mit csinálnak abban az esetben, hogyha nincs parkolóhely, nem tudnak hova parkolni? Hát akkor el kell menni arrébb egy 400 méterre, és akkor leáll az ember, ahol talál. Akkor nem lehet a központban, hanem arrébb egy pár száz méterre. És gyalogolni kell. Persze, persze. Megkezdték az új parkolóhelyeknek a kiépítését a sportközpont közvetlen közelében. Hát azt nagyon jól csinálják, mert itt elég sok sportesemény van, és akkor igen nagy gúzsvát csinálnak az autók, mert akkor jönnek másik helyekről is, úgyhogy ez okos dolog, hogy csinálják. Önök helyiek pedig még nehezebben találnak parkolóhelyet, hát, mondjuk az események közepette. Persze, hát mikor van valami meccs vagy valami, akkor igen nehezebben találunk parkolóhelyeket, igen. Megbővítsék a parkolóhelyeket, így valószínűleg nekünk is, a városiaknak, falusiaknak, ahogy most hogy mondják törökbecsét, könnyebb lesz a parkolás a jövőbe. Milenko Gárcsev, a helyi közösség elnöke elmondta, hogy a munkálatokat november közepén kezdték meg, melynek befejezését az időjárási viszonyoktól függően legkésőbb december végére tervezik. Az új parkolók jelentősek a sportrendezvények miatt és a helyieknek is, akik a település központjában nehezen vagy egyáltalán nem tudnak helyet találni. Az újítás a 40 méteres közterületen történik. A parkolóval párhuzamban gyalogjárdát építünk, és megoldjuk az iskola tornaterme mögött felgyülemlett víz elvezetését is. Közbeszerzési eljárás által a munkálatokat egy nagybecskereki cégre bíztuk, akivel már több éve sikeresen együttműködünk. Közösségünk a helyi járulékból gazdálkodik, amit a lakosok javára költünk. Az új parkolóhelyek kialakításának összköltsége 4 millió 740 ezer dinár.